Szép estét kívánok! Folytatódnak ünnepi beszélgetéseink. A beszélgető sorozat mai vendége Berze János, a Székesfehérvári Református Egyházközség lelkésze. Tisztelettel köszöntöm. Köszöntöm én is a kedves nézőket. December 26-át érünk advent, karácsony kellős közepén vagyunk, de mielőtt arról beszélnénk, hogy ki miként éli meg ezt a szent ünnepet, essék szó az idei történésekről, hiszen az egyházközség rendkívül fontos. Fontos az, hogy miként vélekednek a fiatalok, és talán kezdjük erről, ezzel a hitről mostanság, hiszen tanít a Ciszterci Szent István gimnáziumban is. Milyen a hit élete egy középiskolában, hiszen ne feledjük, a középiskolások a jövőnk. És hát majd a Talentum Református Általános Iskoláról is esik szó, hiszen ők is a jövőnk, ahogy tetszik. Köszönöm a kérdést. Tehát általában az egyházi év, az nálunk advent első vasárnapjától a következő év advent első vasárnapjáig terjed. Tehát nem egybeesik a naptári évvel. És a egyházi éven belül ugye van egy ünnepteljes fél év, ugye ez adventtől, advent első vasárnapjától tart a Szent Háromság vasárnapig, ami a pünkösd utáni vasárnap, és de az eseménytelen fél évben, vagy ünneptelen fél évben is nagyon sok programunk van, tehát itt Székesfehérváron igencsak mozgalmasnak mondható a református egyház élete, hiszen három gyülekezet részben, a Széchenyi úti közösség van, a Budai úti templom közösségében és a Maroshegyi imaházban éljük a közösségi életünket. Nagyon fontosak nekünk az ünnepek, hiszen ilyenkor tudunk nagy ünnepek alkalmával kapcsolatot építeni a város közösségével, hiszen ilyenkor több ember eljön templomba, Isten tiszteletre, és hát nagyon fontos természetesen a szolgálatunknak, vagy szolgálatunkban a fiatalokkal való kapcsolat. Ezért is van, hogy iskolaföntartó egyházközség is vagyunk, Talentum Református Általános Iskola, ahol ugye kisgyermekek nevelésével foglalkozunk, és aztán természetesen a városban, másik iskolákban is szervezünk hittant, például én magam középiskolában a Ciszterben tanítok. Valóban ők a jövőnk, és ők velük lehet építeni az egyházat is. Nagyon, nagyon nehéz megtalálni velük a hangot egyáltalán olyan értelemben, hogy mi az, ami érdekli őket, mik azok a csatornák, amiken keresztül örökké való értékeket közvetíthetünk feléjük. Nevelni is szeretnénk őket, hogy becsületes, tisztességes, kitartó, hűséges emberei legyenek a magyar hazának, de természetesen hitre is szeretnénk nevelni őket, hogy személyes kapcsolatuk legyen Istennel, az élet forrásával. Ifjúsági klubokat is tartunk. A Budai úti templomban most az új közösségi ház átadásával nyílt meg a lehetőség, hogy ott is legyen ifjúsági kör. Tehát ez egy nagy lépcső a Budai úti közösségi ház megléte mindenképpen. Igen, hát a 2019-es évet említjük a Budai úti közösségnek mindenképpen, az új közösségi ház és lelkész lakás elkészült, a legnagyobb esemény, és kinyílt a világ nekünk ilyen szinten ott, hiszen nem csak egy szakrális tér, egy templom van ott, ahol hetente van több-kevesebb alkalom, hanem most már helyben lakol, elkész van, oda tudtam költözni a családommal, és van egy nagy közösségi termünk, van egy nagyon szép kis terem is ebben az új épületben, ahol a gyermekekkel, az ifjúsági csoporttal foglalkozunk, az ő klubszobájuk, szép teakonyha, előtér, tehát vendégségekre, kötetlenebb alkalmakra is nagyon alkalmas ez a tér. Például most már második alkalommal tudtuk az idősek karácsonyát oda szervezni, de lesz közösségi szilveszter is az új közösségi házban. Úgyhogy ez egy nagy lépcső, ahogy mondtuk.
úgy fogalmazott egyszer, hogy hiszem, hogy Isten tiszteleteinknek mind tartalmában, mind formájában meg kell újulnia, korszerűbbé kell válnia, ha szeretnénk elérni és megszólítani a templomban nem járó emberek többségét. Menjünk ezen sorban, mert ez nagyon érdekes. Az Isten tisztelet, ez természetes, de tartalmában és formájában milyen módon lehet ezt korszerűvé tenni? Hát én azt gondolom, hogy a lényeg mindig az, hogy örökkévaló igaz értékeket közvetítsünk. A forma, hogy ezt hogyan tesszük, ez szerintem változhat. Tehát ezen azt értem, hogy nem kell úgy kinézni ma egy Isten tiszteletnek, ahogy a középkorba kinézett, vagy aztán később a reformáció idején, vagy csak akár pár évtizeddel ezelőtt. Tehát a számunkra protestánsoknak a liturgia az nem egy kötött Isten tiszteleti formát jelent, hanem szabadon gazdálkodhatunk, vagy szabadon alakíthatjuk. Ezt nyilván vannak olyan elemei a liturgiának, amit nem lehet elhagyni, tehát mindig imádkozunk, meg mindig olvasunk a Bibliából, és a Biblia alapján tartunk tanítást, igehirdetést. Nyilván ezek olyan részek, amik mindig része egy Isten tiszteletnek. De például az, hogy milyen hosszú egy alkalom, milyen énekeket éneklünk, milyen stílusú énekeket éneklünk, mennyire tudjuk bevonni a gyermekeket, vagy éppen a fiatalokat. Abba teljesen szabadok vagyunk. Sokféle forma van. Van, amit egy kis technikai készüléssel lehet fokozni. Hát például mi most már, hát mondhatom, hogy közel 5 éve, hogy a Budaörsi templomban kivetítjük projektorral a liturgia elemeit, tehát kivetítőről lehet olvasni az énekszövegeket, és ez könnyíti az éneklést. És érdekes, hogy ezt a technológiai újítást az idősek is szerették, tehát nem zárkoznak el tőle. Vagy például az is egy, talán mondhatom, hogy ennél is nagyobb újítás, ami idén márciussal indult el, hogy most már 2 istentisztelet van a Budaörsi templomunkban, 9 órakor van egy zenés családi istentisztelet, ami egy jól tervezhető 3/4 órás alkalom, azoknak is passzol, akiknek van programjuk aznap, és sietnének, hiszen 3/4-10-kor elmehetnek a saját családi programjukra, és ezen az Isten tiszteleten egy maibb, fiatalosabb zenei stílus van jelen, hiszen a gyülekezetünk zenekara játszik, fiatalosabb, modernebb dalokat, énekeket, amikben a tartalom ugyanaz, Isten dicsőítő énekek ezek, vagy éppen személyes imádságok fogalmazódnak meg benne, de például a gyerekek is előre jöhetnek, foghatnak egy kis ütős, vagy egy kis rázós hangszert, és bekapcsolódhatnak a zenekarba és az éneklésbe, vagy például ilyenkor egy imakosár jár körbe, és mindenki a személyes imádságát oda beteheti, és a lelkész és egy segítő ketten mindegyik imádságot felolvassák, és imádkoznak a jelenlévőkért, meg a imakérésekért. Tehát a 10 órás Isten tiszteleten például időszakosan szoktunk gyermekperceket tartani, az Isten tisztelet elején egy játékos, rövid kis tanítás, és utána mennek el a gyermekek a foglalkozásaikra, a gyerekisten tiszteleteikre, de addig ott vannak velünk a templomban, együtt az idősekkel, a idősebb korosztálya, a felnőttekkel, együtt énekelnek el velünk egy éneket, és aztán mennek külön. Ez például nagyon fontosnak tartjuk, hogy így megszokják azt, hogy milyen egy délelőtti Isten tisztelet, mert hát a kicsit így szociológusan közelítjük meg a dolgot, hát azért az egyház, egy gyülekezeti élet a többségi kultúrához képest egy szubkultúra, tehát ugye a saját szabályaival, szokásaival, tehát itt tényleg nagyon nehéz olyan úgy nyitni, hogy az emberek egyáltalán halljanak róla, egyáltalán érdeklődést, vágyat keltsünk bennük, hogy eljöjjenek és meglássák, hogy mi van itt. Tehát nagyon nehéz ebből kilépni, de én hajlok arra, hogy,
hogy én azt gondolom, hogy igenis a kereszténység az nem a szubkultúra berkeibe kell, hogy maradjon, hanem lehet populáris, lehet népszerű, természetesen nem olyan értelemben, hogy valami divat irányzatok után világos. Fut, hanem örök értékeket mai módon közvetít. Például a gyermek karácsonyunkat ezért nem egy délutáni alkalomra terveztük, hanem a vasárnap 10 órás istentiszteletre, hogy a szülők is megtapasztalják, hogy hát vasárnap reggel nem is olyan rossz program egy ilyen istentisztelet. Tehát a hitéleteszköz rendszere is megújulhat. Igen. Ugye beszéltünk itt a közösség, tehát a Budai úton belül, meg általában a református egyház közösségeken belül, ugyanakkor a megújulásra mennyiben van szükség az általános iskolai oktatásban, illetve a középiskolában? Lehet-e ott is egy kicsit, ha úgy tetszik, populárisabb az oktatás? Vagy nyilvánvaló, hogy a Szentírás és az összes többinek úgy kell maradnia, hát mert az úgy hiteles, de az oktató, jelen esetben a lelkész nyilván a saját eszközrendszerét azt meg tudja újítani. Igen, egyetértek, hogy az oktatásban is ott ugyanaz a kihívás. Én azt gondolom, hogy ami kísértése a közoktatásnak, hogy ez a tankönyviskola minél több információt beletömködni a gyermekek fejébe, ez a kísértés fenyegeti a hitoktatást is. Tehát én a hitoktatásban is azt támogatom, hogy van, amikor a kevesebb a több. Ha kevesebbet érthetően jobb minőségben tudunk átadni tartalmakat, igazságokat, életre nevelő tanításokat, az több, mint hogyha egy 300 oldalas tankönyvet próbálnak megtanítani egy gyermeknek. Tehát én azt gondolom, hogy igen, a hitoktatásnak is el kell mozdulni a tankönyviskola modelltől afelé, hogy használható, életes dolgokat tanuljanak a gyermekek, tanuljanak meg gondolkodni, ha információ szükségük, akkor azt hol találják meg, milyen módon. Ez sokkal fontosabb, mint az, hogy mekkora tudást töltünk be a fejükbe, és ez gondolom, hogy a hittannál is így van, nem a mennyiség a lényeg, az információ mennyisége. Sokkal inkább fontosnak tartom, hogy a saját életkori sajátosságaiknak megfelelő témákban kapjanak tanítást. Tehát hogy fogalmazzak? Tehát én azt gondolom, hogy a hittannak nem mini teológiának kell lenni, hogy teológia tudományt tanítunk csak egy kicsit egyszerű formában, hanem természetesen teológiát nem hagyhatjuk el, mert ugye a Bibliából vesszük az igazságainkat, és a Bibliából vett igazságokat értelmezni kell, de nem ilyen módon, hogy előadásokat tartunk, hanem igenis interakcióban vagyunk a gyermekekkel, beszélgetünk velük, kíváncsiak vagyunk az életkérdéseikre, és azokra adekvált válaszokat adni a Biblia segítségével, vagy a saját élettapasztalatainkból. Ez sokkal fontosabb, mert a gyerekek nagyon érzékenyek, tehát rögtön érzik, ha valaki nem őszinte, vagy képmutató, vagy olyan információt ad át, ami nem áll hozzájuk közel, nem foglalkoztatja őket. Tehát viszont hogyha látják az emberen, hogy hiteles, hogy amit tanít, azt komolyan gondolja, maga is megéli, és hogy őszinte válaszokat keres, akkor azt értékelik. Tehát én azt gondolom, hogy én bizonyára sokan nem értenének velem együtt, de különösen középiskolában úgy gondolom, hogy a hittannak sokkal inkább egy ifi klub foglalkozásnak kell lenni, mint egy tankönyviskola-szerű előadásnak. Egyetértek, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a luteri eszme az nem vészel, és nem is alakul át, legfeljebb modern formában tolmácsoljuk azt az üzenetet, amit annak idején megfogalmazott. Természetesen nyilván, hogy nyilván nem is ez a lényeg, hogy luteri vagy kálvini, vagy más híres humanistát vagy reformátort is mondhatnánk, hanem azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy a Szentírás helyes
értelmezéséből következő üzeneteket életszerűen, használhatóan tudjuk átadni, hiszen a mai gyermekek bizony veszélyben vannak. És ez óriási kihívás pedagógus számára. Milyen a kapcsolata egyébként a pedagógusokkal mostanság? Ugye tudom, hát a Talentumban értelemszerűen azért a református lelkületű pedagógusok vannak, de a Ciszterben nem különben, de ugye az elvileg katolikus gimnáziumról van szó, de a pedagógusok egyháziasabbak, így van. De mennyire tartanak lépést a jelennel, illetve mennyiben kapcsolódnak a múlthoz a pedagógusok? Én azt gondolom, hogy érzékelik ezek a tanári karok a kihívást, és elindultak akár a mi református általános iskolánkat nézzük, akár a Ciszter katolikus gimnáziumot, elindultak abba az irányba, hogy keresik azokat a formákat, amin keresztül érthetően, életesen meg tudják szólítani a fiatalokat. Tehát a Ciszterben is van spirituális, akinek ez a feladata, hogy ezt a fajta irányultságot erősítse, és például a Talentumban most már második tanév, hogy a ifjúsági lelkészt alkalmazunk. Ifjúsági lelkészünk Deák Péter, ő végzi a hitoktatást is felső tagozaton. Nem csak azért, hogy szimpatikusabb legyen a felső tagozatosoknak a konfirmáció lehetősége, hanem azért is, hogy beintegrálódjanak az ifjúsági körbe, az ifjúsági klubba, hogy legyen egy életes kapcsolatuk az egyház közösségével, de még annál is fontosabb, hogy legyen személyes kapcsolatuk Istennel, hogy a mi szerető Jézus Krisztusunkon keresztül ismerjék meg a hatalmas Istent. Tehát én azt gondolom, hogy mindegyik iskola érzékeli a kihívásokat, a nehézségeket. Nagyon rosszul teszi egy intézmény, hogyha ezekkel nem törődik, és a múltjába akar élni, és csak a megszokott formákhoz ragaszkodik. Egyrészt a küldetését se fogja betölteni, másrészt a tanulóit is el fogja veszíteni. A szülők érzékenyek, nem fogják olyan intézménybe íratni a gyermeküket, ahol nem életes a tanulás. Tehát legyen természetes az áldás, békesség, köszöntés bizonyos értelemben. Igen, így van. No, karácsony. Ismét önt idézem, tőled függ, hogy mi az, amit landolni hagysz a szíveden ezen a karácsonyon és annak előkészületeiben. Ezek mélyreható szavak, egy felkiáltó jel van a végén, de talán nem is kell. Ha elemezzük, hogy mi mindent is jelenthet ez a gondolatsor, akkor azért fontos, hogy landolni, tehát megérkeztetni valamit, egy olyan gondolatsort, amelynek mentén a karácsonyt is úgy éljük meg, ahogy azt kell. Mi minden kell ehhez? A hétköznapokon, hiszen tudjuk, hogy az ünnepeken a külsőségeiben is mindenki próbálja gyakorolni méltó módon ezt a szent ünnepet egyik oldalról, másik oldalról a rengeteg sok ajándék meg minden, amivel elhalmozzuk szeretteinket is, ezt támasztja alá, de ennél azért azt gondolom, hogy több kell. Hát ugye, amikor azt írtam, hogy mit engedsz landolni, akkor ebben benne van az, hogy az embernek személyesen döntést kell hozni. Tehát az embernek el kell döntenie tudatosan, hogy számára miről szól a karácsony. És ezt még az ünnep előtti hétköznapokban kell döntést hozni, hogy mit fogok tenni, hogy fogok ünnepelni, mik lesznek számomra prioritások. És itt döntést kell hozni az elkülönített időkről, amikor az csak a családommal töltöm, az arról is, hogy hogy ünnepelek, akár azt, hogy a szentesti vacsorát hol töltöm, vagy kikkel töltöm. Tehát és sorolhatnánk még, hogy vagy például, hogy milyen ajándékokat veszünk. Az biztos, hogy amennyire egy ilyen kereskedelmi
akció dömpingé vált az ünnep, a karácsony ebben a forgatagban. Ugye nem lehet közlekedni a városban már hetekkel karácsony előtt, meg lehet állapítani, de egy héttel karácsony előtt már biztos, hogy nem lehet közlekedni. Mindenki vásárol, mindenki fut, mindenki a Mammon Isten oltárán akar áldozni, hogy még nagyobb tévéje legyen az idén, mint tavaly volt. És aztán csak feszültség van belőle, verseny, könyöklés, olyan szeretetlen megnyilvánulások, hogy én nem is csodálom, hogy a mai, legalábbis a városi emberek egy része, az egy kiutat, egy megszökési lehetőséget keres ebben az ünnepi időszakban, hogy csak el ebből, el innen. El a wellnessbe? Igen, tehát ez biztos, hogy a wellness kultúrának is egy erős promóciós lehetőséget biztosít. Sokan ezt választják. Nyilván vannak, akik azért, mert megtehetik, és évvégi kimerültséggel küzdenek, de vannak, akik el akarnak menekülni ebből, ami a karácsonyból lett. Tehát beszéltünk Mammonistenről, wellness, Black Friday és a többi. Igen. De mi az a méltóság és az elcsendesedés, ami hiányzik? Igen. És mi mindent kéne tennünk ezért? Hát én azt gondolom, hogy a régi karácsonyokat azért érdemes megnézni. Tehát mert hogyha megnézzünk régi szokásokat, hogyan ünnepeltek bizonyos dolgokat, ott nem feltétlenül azért nézzük, hogy legyen úgy, mint régen volt, de jó volt akkor, és csináljunk mindent úgy, ahogy akkor csináltak. De az biztos, hogy látunk mintákat, hogy mi is volt a lényeg az ünnepnek. Én azt gondolom, nagyon lényeges az ünnepnek tényleg az, hogy kiről szól az ünnep. A karácsony nem másról szól, mint Jézus születéséről. Na de ahhoz, hogy tudjam ünnepelni Jézust, tudnom kell, hogy kicsoda ő. Még ha tudom is, hogy kicsoda ő, akkor se az az ünnep lényege, hogy ünnepeljük meg Jézus születésnapját, rendezzünk Jézusnak szülinapi partit. Nyilván nem ez az ünnep lényege a karácsonynak, de a Jézus személye igen, hogy kicsoda Jézus, miért jött el a földre, miért született Isten, miért lett Isten emberré a földre. Mit jelent az, hogy ő a messiás, vagy a megváltó érkezett? Mit jelent az én életemre nézve, hogy eljött Jézus, aki az egy igaz Istent akarja nekem bemutatni, azt szeretné, hogy vele kapcsolatban legyek, és ebben a kapcsolatunkban boldog legyek mindörökké, már itt a földön, és aztán az örök életben is boldog legyek vele. Mit jelent ez az én életemre nézve? Tehát igazából a karácsony erről szól, és nyilván amiket ehhez ragasztunk, hogy a szeretet ünnepe, a szeretet ebből gyökerezik, hogy Isten így szeretett bennünket, és ez így nem feltétlenül azt jelenti, hogy mekkora hatalmas szeretettel, hanem ilyen módon, Isten ilyen módon szeretett bennünket, hogy ember élet közöttünk járt, ezen az elsötétedő, vagy ahogy C.S. Lewis fogalmaz, ellenséges megszállás alatt lévő bolygón közénk jött, hogy ebből kiemeljen, megmentsen bennünket, megmutassa az igazi életet, aminek persze hozzátartozója a szeretet. És ha az ünnep lényegét értjük, akkor fogjuk érteni, hogy miért fontos az, hogy legyen családi vacsora, hogy találkozzunk a családtagunk. Miért fontos az, hogy szenteste után másnap elmenjünk templomba, és hálát adjunk Istennek ezért a szeretetért, ajándékáért, vagy éppen úrvacsorázzunk, így évvégén letéve a bűneinket, a lelki terheinket a Jézus elé, vagy ahogy mostani adventi cikkemben fogalmaztam, hogy húzzunk egy szalmaszálat Jézus jászolából, és kapaszkodjunk ebbe úgy, mint az utolsó szalmaszába, hogy az isteni segítség lehet az, aki tényleg tud változtatni az életünkön jó irányba, az igazi életet megtalálni, és az igazi boldogságot. Mert az, amit látunk most, hogy fussunk a nem tudom hány colos vagy centis tévé után, az nem
nyújt senkinek boldogságot. Tehát, és akkor tudjuk azt, hogy miért fontos elindulni úgy, mint a pásztorok és a bölcsek, elmenni távolabbi rokonainkhoz is, és meglátogatni a mamát meg a dédit, és milyen jó, hogy akkor megkóstolhatjuk az ő keltésztás mákos kalácsukat, meg diós kalácsukat. És ez ugye, ha az ember nem érti a lényegét, akkor ez ilyen külsőségnek látszik, hogy hát ez macerás, hogy látogatni idős családtagokat, meg ilyesmi, hát inkább pihenjünk. De az ember érti az ünnep lényegét, akkor ezek nem lesznek macerák, hanem egy küldetés lesz, egy boldog küldetés, hogy végre találkozunk. Mert ezt is az Istentől kaptuk. Tehát félreértés ne essék, ugye nem arról van szó, hogy nem fér bele a belvárosban a forralt bor, meg a találkozások, mert a találkozásoknak azért van bizonyos misztériuma. Persze, tehát a forgatag, tehát többféle forgatag van. Van ez a vásárlási forgatag, és mondjuk a belvárosi sétáló utcás forgatag, az nem feltétlenül egyet jelent a kereskedelemmel, vagy a mammonisten, nek való áldozása, hanem ennek van ez a része, amit ön is mond, szerkesztő úr, hogy találkozunk szép környezetben, iszunk egy forralt bort, beszélgetünk dolgokról. Épp tegnap voltam a belvárosba, elmentünk feleségemmel a zsidó fesztivál megnyitóra, és életünkben nem történt meg ilyen. Elnéztük az órát, és egy órával előbb értünk oda, és mondták, hogy hát sajnos még nincs kapunyitás. Úgyhogy ez alkalmat adott, hogy bemenjünk a belvárosi forgatagba. Milyen a legszebb fa? Egyet ért velem? Igen. Hát természetesen fehérváriként nem is mondhatnék más, de szerintem mindenki egyet értene vele, hogy milyen a legszebb fa, és nagyon szép volt kar egymásba karolva sétálni a feleségemmel, nézelődni, beszélgetni, megállni, úgyhogy ez igenis egy nagyon szép része az ünnepnek. Igen, és milyen az a bensőséges ünnep otthon, a Velze családban három fiú gyermek édesapjaként? Hát ugye a lelkész családban ez nagyon nehéz ezt a bensőségességet megszervezni karácsony környékén, mert én ezt szoktam mondani, hogy nálunk ilyenkor az egyházban non-stop pop-rock van, tehát állandóan folyamatosan alkalmak vannak, karácsonyra készítő alkalmak, események, gyerekkarácsony, idős karácsony, aztán ugye jön az ünnep, és ugye minden egyes ünnepnapon már Szentestén is több istentisztelet, tehát egészen 27-éig tényleg nagyon sűrű, és én sem tudok otthon lenni, úgyhogy nálunk, mi úgy szoktunk karácsonyozni, hogy nálunk a Szenteste az mindig valamikor Szenteste napja előtt van. Volt már, hogy egy héttel előbb tartottuk, az nagyon jól sikerült, mert például akkor behavazott és havas Szentestünk volt egy héttel karácsony előtt. Aztán minden elolvadt persze karácsonyra, de hát mi akkor már túl voltunk a ünneplésen. Az idén úgy terveztük, hogy előtte való nap, 23-án lesz nálunk a Szenteste. Azt a napot csak a családnak fordítjuk és készülünk. Állítjuk a fát, díszítjük a fát, főzünk, és aztán együtt töltjük az estét, mert hát 24-én engem nélkülözni fognak. Értem. No, hát köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és én azt hiszem, hogy tanulságos volt ez a beszélgetés mindenképpen. Legyen így jövőre. Köszönöm, hogy megtisztelt. Úgy legyen, én is köszönöm, Lajos, hogy meghívott. Kedves nézőknek is boldog áldott ünnepeket kívánok, karácsonyt és boldog új évet egészségben, sikerekben. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetések sorában Berze János református lelkész volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!